Sziasztok, én igazítő vagyok, ez itt a Bioshock Infinity, ami ugye 2013-os játék. A főszereplője Buka Duit, ha jól mondom, és a másik főszereplő ugye Elizabeth. Azért jöttünk megmenteni, mert ugye bezárták egy ilyen szoborba, ahol kémkedtek utána, vagyis nézték az életét. Egyébként azért zárták be, mert különleges képessége van, és ilyen, nem is tudom, hogy mondjam, jelenéseket tud előhozni. Remélem, jól mondom. Ugye nekünk meg az a célunk vele, hogy a tartozásunkat leroljuk, ezért egy illetőnek el kell vinni a csajszit, aki egyébként olyan 17 éves, legalábbis ha jól néztem a táblákon, ahol fogva tartották, mert ott nyomon követték az egész életét. Ugye a lány csak azért jön velünk, mert meg szeretné innen szabadulni. Találj utat a Finktonba. Ugye a mostani küldetés az az, hogy annak a... Na... Flitzroynak, vagy mi a faszomnak, fegyvert kell vinni, ugye ő a lázadás vezetője. Az mindenhol zár van. Lövésem nincs, hova kell menni. Azért az fasz, hogy mindenhol tolvaj kulcs van egy ilyen helyen. Ugye a játékban kétfajta fegyver van, vagyis két fegyvernek van hely, jobban mondva nem két fajta fegyver van. Az egyik ugye, mondjuk egyik se izé elsődleges vagy másodlagos, azt raksz be, amit akarsz szinte. Ugye ez mellett van ilyen erő, ami felhasználható sóval. Úgyhogy nyaj sót a földről. Na, a lényegében ennyit akarok erről mondani, mert nem vagyok az a tipikus izé, hogy most fösorolok mindent itten, aztán izé csöpög a nyálatok. És erre menjek. Bazd meg, ide is be kéne jönni pedig. Öt tolvajkult, ah, meg a nagy faszt. Hát, mint láthatjátok, mi a fasz? Ide se lehet. Kinyitja. Na, ügyes vagy. Na, legalább jön egy kis lövöldözés, ha jól emlékszek. Hova mész? Gyere már ide. Amúgy elég jó segítő Elizabeth, mert ugye fegyvert, lőszert, minden tökömet dobál nekem. Na, az már látom, hogy életre fog kelni. Ugye az erő, itt láthatjátok, elég sok van belőle. Már kb. 6-ot megszereztem, aztán még hol a vége. Ja. Jó, van, nem is kell semmi, bazd meg. Faszom, jó kardot te is itten. A gecibe. Egy is felejtettem már ezt az ütőerőmet. Hogy már sokkolós. Előveszem én a nehéz tüzérséget, geci. Lepörkölöm én a vasat rólad. Ugye egy kicsit megfogyatkoztak a lőszereim, mert az előző részben ugye pont üldöztem Elizabeth-et, mert konkrétan megunt minket, mert nem vittük-e Párizsba. Annyira nem szeretnék spoilerezni. És akkor mondta, hogy ugye más esélye nincs, szóval azért jön velünk. Ismét. Mi van, nem robbansz fel, bazd meg. Add már ide. Azaz, falboki operátor. A kurva anyád van. Ez hülye. Na végre, bazd meg. Másikba kellett volna lőszer. Na bazd meg, itt is zár. Anyke. Nem lehet fel...
Mi a kurva anyád belemászol képernyőbe, te köcsög? Na gyertek, bazd meg, gyertek! Kurva anyádat! Csavarom a fejedet! Igen! Mentek a faszomba, hát miért kell mindenkinek a pofámba mászni? Hát a faszom. Na gyere! Olyan vargyú halált kapsz, köcsög. Na most ellenkedjék. Mint láthatjátok, ilyen RPG is az egész, fel lehet venni ugye mindenkiből a tárgyakat. Lőszer, kaja, minden hülyeség. Ugye a kaja életet ad, mint majdnem minden játékban. Na mi a fasz? A csapdát csinál a belsejébe. Ugye a só meg ezt a hülyeséget tölti fel. Meg amúgy érdemes mindenhol körbenézni, mert ugye a tolvaj kulcsok meg minden el van rejtve. Nehogy könnyű legyen megtalálni. Mert mondjuk ez igaz is, mert kijátszik egy olyan játékkal, ami szinte mindenhol izé az arcodba tolja a felvehető tárgyakat. Ugye ezek hangfelvételek, csak annyi, hogy lejátszod, meghallgatod, hogy mit beszéltek. Nagyon nem is tartoznak a történetbe, szóval nem is érdemes végighallgatni. Na, meg ugye annyit szerettem volna még elmondani, hogy ugye van a játékban egy úgynevezett próféta, aki ugye megjósolta, hogy mi jövünk ezért a csajért. Ugye ő a fekete, nem fekete bárány, én vagyok a fekete pásztor, ő a bárány. Egy szóval, ugye ez van. Mi a fasz, eltűnt már mindenki? Ugye én vagyok a hamis proféta, a él a kezemen van, ami egy AD, A.D, ami szerintem a megrontottságot sugallja, vagy nem tudom. Ezt se vettem észre például. Ott egy tolvajkulcs. Erre kell menni? Ja, itt a lift. Jaj, ne! A lifteket nem szeretem, mert valamilyen oknál fogva nem szereti a játék, mert konkrétan csak ott akadok be. Ami elég vicces. A madarak még ott vannak. Sléklát. Székletnek a szekrénye! Ami a faszom lesz? Ilyen lassú lift ez. Mindig van ott valami. Csak egy sisak. Bastard, motherfucker. Amúgy Elizabeth mindig mondja a nevünket, hogy buka do it, amikor talál valamit, vagy buka coin, buka faszom. Kéne még egy kis izé, kinyitni azt a szekrényt. Mondjuk sok értelme nincs, mert általában csak izé van a szekrényekbe. Pénz. Gunsmith Chen Lin. Cheng Ling. Aztán az egy japán illető lesz. Előre nem akarom le dumálni, de biztos, hogy az. Mert már ugye egyszer jutottam idáig. Csak akkor annyi játékkal játszottam, hogy szinte nem volt rá időm, ezért abba is hagytam. Most ugye újra kezdtem az egészet. És sokkal gyorsabban haladok, mint azelőtt. Na, lejött a lift is. Most lesz egy kis lag, ha minden igaz. Egyszerűen nem szereti a liftet. Na, a felvétel le nincs. A grafikáról annyit... Na, pont beakad. A grafikáról annyit szeretnék mondani, hogy elég szép, ilyen rajzolt szerűség. És ugye néha, mint a túl exponált lenne az egész, de ahhoz képest elég gyönyörű. Ugye a DirectX 11-es effektek láthatóak benne, szóval arra sincs panasz, hogy effektelen lenne a játék.
Kussolj már! Milyen faszom történt? Csörög a telefon! Ki beszél hozzánk? Hello? Mr. DeWitt? Titkárnő. Yes. Alter Mr. Fink, please. What's going on? Karcsa képsen a kapcsolatot, tartom én a kapcsolatot. I can tell you right now that you are our top candidate. Top! Now, my associate, Mr. Flambeau, will help you with anything you need. What the hell was that? I have no idea. Amúgy vannak benne ilyen érdekes dolgok. Ami... ilyen viccesnek tűnik, de nem az. Na. Ott van Finkton szobor. Finknek a szobra. Amúgy rengeteg ilyen bosszeriség lesz majd benne. Már most is volt. Szerintem a játék olyan... negyedénél tarthatok. Lassan elérem azt a szintet, hogy ugye... Elizabethnek más ruhája lesz, ami egy kicsit nőiesebbé teszi a dekoltázsát. Ugye, mint először beléptünk ebbe a városba, egy világító torony liften keresztül, felmentünk a levegőbe. Ugye az első dolog, amit észrevettünk, hogy elég szép a város, illetve az, hogy mintha gazdagok lennének. Mint később kiderült, hogy ez csak a látszat, mert ugye az embereket nagy ívbe leszarják, meg minden. És pénz sincs nagyon. Itt van a titkár. Jó, nem kell kemizéki. Mi a fasz kézi ágyú? Ó! Ez kurva jó. És ugye elég rasszista is a játék, vagyis a... fehérek rasszisták, ugye a négereknek külön WC helyiség van, illetve a legtöbb néger takarító, segnyaló, szóval ezért is van az, hogy a... mi a faszom beszél? Ja? Na ugye a lázadás vezetője is négernő. Tudja, azért van. Nem másért. És mi lehet? Kozed mi Jeremiah. Nézzünk be. Hát ha valami jó cucc lesz itt. Bazzeg. Azért lehet találni itten dolgokat. Megint valahonnan a falból szedte ki az érmét. Na, nézzük. Mi van itt? Tolvajkulcs. Na, megint találtunk egy voxort, amit ugye ki kell, vagyis meg kell fejteni. Meg kell találni a rejtek kulcsot, ugye figyelni kell a képeket, illetve mindent, hát ha valami segít. Hát nagyjából egy ilyen poszterre van festve. Találná a fegyverkovácsnál lesz? Nem tudom konkrétan. Ugye ha megfejtjük, akkor ilyen titkos ajtó jelenik meg, vagyis nyitódik ki. Aztán ugye rejtett cuccok vannak, mint például ilyen élettöltőszar, meg minden hülyeség. Úgyhogy érdemes minden rejtett kulcsot megfejteni. Amúgy senkinek se tűnik fel, hogy fegyver van a kezembe. Lassan úgyis használnom kell, mert ugye szól a hangos bemondó, hogy figyeljenek egy fehér agresszív férfire, aki persze én vagyok, és egyből már támad mindenki. Néha amúgy elég sok, hogy mindenhol csak támadnak, támadnak, támadnak. Nincs annyi pénzem. Ugye ez a kis assault rifle. A kedvencem a játékba. Most sincs annyi pénzem. De mindegy, nem is szövegelek annyit. Menjünk a küldetéshez. Itt a buka, itt a buka buka. Gunsmith. Tolvajkulcs, az mindig jó jön. Na már 80, most kéne visszamenni oda, ahol
ahonnan jöttem pontosan. Ugye tele volt mindenféle lakatos hülyeséggel. Lakatos Jóska. Várjunk, hely. Nézzünk körbe azért. Hát ha találunk valami rejtek szart. Nagy Chen Lin, 1905 óta fegyverkovács és gépszakértő. Hát mondtam, lakatos geci. Nem tagadhatja le egy lakatos kínai. Ezt már nem fogom lemosni. Mi a fasz? Nézzünk körbe, itt is biztos lesznek valami rejtett cuccok. Mint mindenhol. Ez már megvan. Mégse. Elég érdekes volt az árnyékozásod. Egyébként még szerintem megvárok egy ilyen... nagyobb fegyverharcot, aztán befejezem a videót. Annyira nem szeretném elhúzni, halasztani ezt az egészet. Amúgy is egy ilyen unalmasabb részen vagyunk, szinte. Mi történt itt? Aztán most lesz majd az, hogy megnyitja a kaput. Már valahol makog már. Hú, bazzeg. Ez a fényeffektus, ez kurva jó. Az előbb még nem volt itt. Excuse me. Na mondtam, én japán volt. Mr. Lin meghalt. Mr. Lin, not here. Nincs ő itten. Repülő osztag, bazd meg. Top Gun elvisz mindenkit. Én a sárkányölő vagyok, minden repülő állatot megölök. Le akarok ugrani. És ledarálni magamat. Hát békén is hagyom. Nem akarom bántani. Menjünk már, bazd meg, faszom. Megmentem én a Time Clubba. Hiszen most lesz már az, hogy lőnek mind állat. Valahol itt kell lenni annak a hülyeségnek. Mindegy. Ha nem találom meg, akkor úgyis nézek róla a videót. Bár az elsőt is megtaláltam nagy nehézségek árán. Sehol semmi. Na nézzünk körbe. Még sehol senki, aki bántana minket. Dehogy nem. Lövöm én a szívét. Á, bazd meg! Á, geci! Dobd! Buka catch! Ne, bazd meg! Jókor becsősz! Bazd meg! Ennél még a vargyú is jobb. Gyorsan. Lőjjed, bazd meg! Kevés a sóm. Á, geci! Te is lőd. Ne, basztam! Á, geci! Faszom, nem gondoltam, milyen lesz itt. Faszom, válts már át, kurva sóra. Nem igaz. Gyere már segíteni. Az is ott van, bazd meg.
Legrosszabb helyen vagyok amúgy. Itt annyira ebújni se lehet. Na! Ne! Rossz automata! Ez is hátba lő. Csak találok valahol egy másik automatát. Ne! Nem tud átugrani! Jöjjünk be ide gyors! Na! Ne! Ez is rossz! Én meg ilyen hülyeséget veszek, bazd meg. Adjál életet! Ne sót adjál életet, bazd meg! A geci! Ne! Na, ugorj! A kurva anyádat! Nem ugrasz föl! Na. Bazd meg! Itt a vég. Á, töccsé! Megöl! Kurva anyádat! És mi a fasz? Nem is hatam még meg a játékba. Ne ugrálj már, bazd meg! Sokkoljál meg! Na jó van, ez a brutál majom is le van győzve. Bunyózért. Mi a fasz? Dühös nadrág. Mikor rendkívül kevés az életerőt, kétszer annyit sebzesz. Mikor nagyon kevés az életerőt, egy ellenség megölése életerőt ad. És nem tudom, melyiket kéne. Inkább a kétszer erősebb hülyeséget sebzek. Most is jól jött volna. Na jó van, köszönöm a figyelmet. Ha szeretnétek még egy ilyen videót, akkor majd csinálok. Legalábbis szerintem csinálok. Remélem tetszett. Na, szevasztok!